Hashtag no filter. Nők filter nélkül. Az inspiráló erős nők magazinja. Get ready. A műsorszámot a Nutriverzum támogatja. Hát ma egy Csergő, szép jön napot kívánok valamennyi ötöknek, én Zsolt vagyok, ez pedig itt a hashtag no filter. Hát az van ugye kiírva, hogy köböl Anitával, de, de Anitát időközben a csatorna kirúgta. Nem, 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 szó nincs erről. Úgy gondolták, hogy az évelei adásban itt szerepcsere fog történni, és engem hívnak meg, és én kérdezhetem Anitát, de hát ez többnyire az én hibámból sem jött össze. Általánosságban az életem milyen, hogy nem mindig jön össze az, az, amit első, amit szeretnénk, és ebben a Aig tök rugalmasak voltak, úgyhogy elhívtak szerintem ez a második adás lesz talán az évben mindegy, valamelyik adás lesz az évben, az a lényeg. Itt vagyunk, és. Hát ugye itt a nők filter nélkül, hogy mondjam, nem érzem magam túl kényelmetlenül, de te mondtad, hogy, hogy volt, volt, már itt pasi, viszont ilyen alanyi jogon, tehát így önállóan, mint én, én vagyok az első, úgyhogy tulajdonképpen én veszem el a, a, a pasik szüzességét ebben a műsorban, aminek kifejezetten örülök, úgyhogy köszönöm a meghívást. Ja, és hát persze nem csak a, a hallgatókat, hanem a nézőket is köszöntjük, mert a YouTube-on is megtekinthető lesz majd a, a felvétel. Na, hát az első kérdés, hogy miért pont én? Látom kicsit izgulsz, látom, kicsit izgulsz, minden okod meg van rá. Igen, nem akartam beleszólni, szólni, hogy hát végül itával, mert itt van Anita, csak most nem abban igen, a székben, igen, ahol igen, egy másik ülni, hanem végül is te vallatsz ma engem, hogyha ezt vallatásnak lehet nevezni. Mindig meg szokott lepni az, amikor jönnek hozzám a vendégeim a beszélgetésre, hogy tudom magamról, hogy szerintem én halátszuk és kedves vagyok és érdeklődő, nem lesz itt semmiféle vallatás, és mégis izgulnak, és most ugyanezt az izgalmat érzem én is, hogy te fogsz engem kérdezni, és kvázi magamról fog majd mesélni. Hogy miért pont te, mert hogy a kérdésedre is válaszoljak, én ezt előtte sem titkoltam, és mérhetetlenül örülök annak, hogy itt vagy és elfogadtad ezt a felkérést. Nagyon szeretem a munkásságodat és azokat a YouTube videókat, amiket én rendszeresen nézek és követek. Azt gondolom, hogy a mi értékrendünk elég sok Meccés pontban találkozik, és arra gondoltam, hogy egy olyan emberre bíznám magamat, aki akinél azt gondolom, hogy talán jó kezekben leszek, és ez nem azt jelenti, hogy mi majd ma mindenben együtt, egyet fogunk érteni, vagy esetleg nem teszel fel olyan kérdést, ami egy kicsit keresztre is feszítene, de szerintem pont ettől lesz ez majd jó. Akkor úgy, úgy néz ki, hogy, hogy a, 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 pesti srácoktól senki nem ért rá, és akkor így, hogy a meccetekben szeretnél, de nem, de nem jöttek el, el. Ilyenek, ilyenek ezek a srácok, ilyenek ezek a srácok. Um, azt mondtad, hogy ugye sok mindenben ö, úgy érzed, hogy hogy hasonló a véleményünk, viszont a véleménynyilvánítás neked, mint olyan, ö, az azért szolidabb, mint mint nálam, vagy hogy mondjam, ö, megfontoltabb. Ö, én azt gondolom, és amit így beszélgettünk is egy pár mondatban a, a, az adás előtt, hogy, hogy azért van neked véleményed, nyilván viszont ö, viszont talán nem nem azt, hogy nem vállalod fel, hanem, hanem hogy nem akkora arccal vállalod fel, mondjuk, mint én. Szerinted mi ennek az oka? Ez mindig egy nagy kérdés nálam, hogy meddig mehetek el abban, hogy bizonyos kérdésekben állást foglaljak, és azt a nyilvánosságra is hozzam, mert azt gondolom, hogy én magam egy konfliktus kerülő ember vagyok. Tehát ez már eleve gátot vet annak, hogyha úgy érzem, hogy egy olyan témában fogok állást foglalni, ami, alapból egy megosztó téma lesz, akkor ott bizonyára én magam, aki ezt az állást foglalja is, kaphatok majd hideget, meleget, és nem csak a témára fognak fókuszálni azok, akiknek mindez szól. És hát nem igazán szeretem magam mennek kitenni, hogy egészen őszinte legyek, mert azért most már lassan 15 éve vagyok én is jelen a médiában, különböző platformokon, hiszen tévésként indultam én is, viszont ebben menet közben fejlődött fel a közösségi média első körben, ugye a Facebook most már az Instagram, és aztán mehet Tovább a TikTokra is, és azon nagy, hát nem is tudom, aktivitása, mint a komment szekcióban az ember szokott látni, hallani, tapasztalni, az egyrésztről rémisztő is tud lenni számomra, és nem feltétlenül azért, mert csak arra van szükségem, hogy simogassák a kis lelkemet, hogy én milyen nagyszerű ember vagyok, hanem ez tud fájdalmat is okozni. Mondjuk, hogyha az emberem valamiféle gombot Nyomnak. Vagy hogyha azt érzem, hogy én egyébként annak érdekében, hogy mind a szakmában, mind a magánéletben emberileg a legjobbat hozzam ki magamból, és a legjobbak szerint cselekszem, akkor hogy lehet az, hogy más valaki egyrészt mást feltételez, vagy más gondol rólam, és ez tud fájó lenni. azért én óvatosan szoktam bánni a véleménynyilvánítással, de aztán vannak olyan élethelyzetek, olyan jelenlétek a, a médiában, ami, ami mellett már én sem tudok elmenni, és akkor azt igyekszem nagyon finoman, de karakteresen megfogalmazni. Mi így egyébként már azt megelőzően, hogy itt személyesen is találkoztunk volna, hogy találkoztunk. pont így az éterben összefotottunk. Mindjárt fogunk erről beszélni. Ez szerinted óvatosság vagy gyávaság? Részemről inkább óvatosság. Gyávának nem érzem magam. Én azt gondolom, hogy ha van valami, ami mellett kiállok és képviselem, akkor abba bele tudok állni. Az azonban tény, hogy nekem például személy szerint meg kellett azt tanulnom, hogy ha van egy véleményem, és az azzal szemben menő másik álláspontot euh, hallgatom, akkor képes legyek befogadni a másiknak a nézőpontjait. Ez egy nagyon érdekes tanulási folyamat. És euh, és hogy nyitottá váljak arra, hogy hát nem csak az egy én igazam létezik, hanem nagyon sokféle igazság létezik. Úgyhogy euh, én nem érzem gyávasánat. Te annak érzed egyébként, hogy ez olyan, hogyha valaki nem feltétlenül áll bele abba, amit gondol a világ dolgairól, akkor ez megfutamodás? Hát attól függ, ha annak mondjuk... Ö ha ennek financiális okai vannak, vagy, vagy, vagy olyan okai vannak, hogy mondjuk adott esetben ugye te így dolgozol, és attól tartasz, hogy szőnyeg állítanak a vezetőid, vagy mondjuk egy szponzornak a, a szerződés bontásától tartasz, olyan esetben én ezt gyávaságnak tartom. Tehát, hogyha, hogyha csak azért, mert személyes érdeken fűződik hozzá, és ezért nem vállalok valamiben, vagy nem, nem vállalom a saját véleményemet, ami esetleg fontos lehet másoknak is, hiszen, hiszen sokan követnek, akkor abban az esetben gyávaságnak tartom. Hogyha Hát, hogyha negatív kommentektől félsz, akkor szerintem nagyon rossz szakmát választottál ezzel kapcsolatban. <laughs> nem szerintem a, Erwin, nem Szabó a Szabó, Ervin, <laughs> könyvtárban, a Ervin nagyobb eséllyel kapsz kevesebb <laughs> negatív Legyik kommentet. Mert oda, és se tudnád. Igen, igen, nem én, töm, én is Szerintem soha. Ezt, ezt is egy picit, még úgy, kere, kere, talán én keresgélem, van akinek ez nem okoz gondot, valakinek mondjuk pont úgy, mint én, olyan értelemben okoz gondot, hogy meddig mehetek el, elmegyek-e benne a falig, szükséges -e, például az én online jelenlétemben az, hogy elmenjek a falig, vagy a elegendő és elégséges az, hogy bizonyos mértékig véleményt nyilvánítok, tehát, vagy egyáltalán nem vállalok nyilván, vé, nyilvánítok véleményt, amúgy én ezt szoktam választani. Én azt gondolom, hogy például, hogyha mondjuk a, a csatornát ugye szóba hoztam, én nem gondolom, hogy nekem mű sorvezetőként alapvetően például politikailag állást kéne foglalnom, és nem is így dolgozom. De hát ilyen nem is történt még Magyarországon. Ja, de a tényeknek a műsorvezetői. Na neked például erről mi a véleményed, mint hírműsor készítőjének, vezetőjének, amikor ugye a választások előtt a, a, a TV2-n a TV2 arcai kiálltak és arra kértek, hogy szavazz Orbán Viktorra. Szerinted ez, ez, ez mennyire helyes? Hát nézd, ez, a véleményem nagyjából pont az, amit az id idmént elmondtam, hogy én nem gondolom, hogy egy műsorvezetőnek az a dolga, hogy ő, politikailag állást foglaljon. Ö, ilyen értelemben, hiszen szakmailag te attól még lehetsz iszonyúan jó, hogy mondjuk bizonyos értelemben, ugye ez a palettán le van osztva, hogy mondjuk vannak ugye a jobboldali médiumok, meg vannak ugye az ellenzéki médiumnak apostrofált felületek, és akkor Az, ezt... az ATV melyikbe tartozik? Szerintem? Az ATV-t egyébként ezt nem is nekem kell feltétlenül megmondanom, ezt megmondta maga német Szilárd, ugye a tulajdonos vezérigazgatónk, hogy gyakorlatilag az ATV az most egy jobb jobboldalinak baloldali, a baloldalinak pedig egy jobboldali tévé. Én ezt nagyon szeretem, hogy ez így van megfogalmazva, mert hiszen a széleskörű tájékoztatásnak ez az egyik alapvetése. És én magamat is ide helyezem, mert hogy sokkal inkább azt szoktam megfigyelni, és azt hallom meg ebben, hogy mi az, amivel egyébként egyet tudok érteni, és mi az, amivel nem. És ez lehet egy ellenzéki álláspont is, lehet egy kormányoldali álláspont is. Mert magamat is egyébként így működtetem a mindennapokban. Van egyfajta értékrend, amiben hiszek, és akkor annak mentén haladok és akkor ezt szoktam beengedni. De hogy válaszoljak is a kérdésedre természetesen, ez megint egy nehéz dolog szerintem, hiszen van egy munkahelyed, akkor lehet, hogy ez az a gyávaság, amire te az imént gondoltál, aminek azért vannak feltételei, és amiben teljesítened kell. Tehát most, hogyha az ember ott van, hogy kész tények elé vagy állítva, hogy ezt meg kell csinálnod, és ez hozzá tartozik, ez egy elvárás a vezetőség részéről, akkor lehet, hogy, hogy egyszerűen olyan kényszerhelyzetben vagy, hogy muszáj megcsinálnod. Volt már ilyen? Számomra? Uh -huh. Nem csak itt, akár korábbi munkahelyeden. Hát elméletben biztos. Azért dobtam be, be ezt, hogy nem csak itt a korábbi munkahelyeden, mert így el tudjuk kerülni azt, hogy tényleg ez legyen az utolsó <laughs> adás, amiben hallunk téged. de én ugye évekig, <laughs> sőt évtizedig voltam tévéket is igen, 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 azért, azért, azért is kérdeztem. Én szerintem ki is húztam a helyzet méregfogát ezzel. <laughs> igen, igen, abszolút. Szóval volt olyan, volt olyan, amit amit nem volt ínyedre való, de meg kellett tenned? Azért mondjuk, hogy pozícióba maradj, vagy pozícióba kerülj? Ö, biztos vagyok benne, igen, hogy volt, és lehet, hogy egy beszari alak vagyok, és ez most fog kiderülni. Ott, ott, amikor az egész elkezdődött az én életemben, hogy bekerültem műsorvezetőként a TV2-höz, akkor Kerestem a helyemet, és nem ismertem a, a saját határaimat és a rendszer határait sem. És voltak olyan események, ugye hiszen műsorvezetőként meghívnak különböző eseményekre, amikre azért mentem el, mert jött egy felső butasítás, hogy mikor ott el kell menni, vagy jött egy felkérés, hogy jelenjek ott meg, és mondjuk képernyős arcként ez neked feladatod volt. És pedig mondjuk nem akartam volna ott lenni azon az eseményen, vagy nem értettem vele egyet, vagy nem értettem egyet azokkal az emberekkel, akik ott vannak és ugye azt én nem akarok ebbe a közegbe tartozni, mégis volt rajtam egyfajta presszió, egy nyomás, hogy ez a munkám, ez a munkahelyem, ez adja a megélhetésemet, most kezdtem az egészet, tehát rengeteg kérdés volt, rengeteg minden, ami, amit nem ismertem, nem tudtam. Nem jöttem ki, hál' Istennek, soha negatívan ezekből a, a dolgokból, az, hogy utána én ezeket mérlegeltem, és ma már merek nemet mondani. Az ennek a tanulási útnak az eredménye. Kiszámolja a legszimpatikusabb vagyok. jelenleg is aktív politikus. Hú, erre nem fogok válaszolni, mert én azt gondolom, hogy ha erre válaszolnék. Akkor kiderül, hogy hova húzod az X-et. Akkor pontosan azt az gondolom, hogy pont túl túllépni azt a határt, amiről az elején meséltem neked, hogy nem gondolom, hogy nekem értem. politikailag állást kéne foglalni. Abszolút jó. Közben igen, átgondoltam. Át ugye nekem, tehát én rögtön rávágom. Öh, hát mondjuk most már lehet, hogy gondolkodnék egy-két percet, de, 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 de hogy nekem ugye erre, erre könnyű rávágnom, mert hogy mert hogy igen. Tehát nekem én, én ilyen szempontból elmondhatom úgyis a véleményemet, hogy, hogy aztán, aztán lehet, hogy fájni a kéne a fejemnek. Egyébként most általánosságban véve, beírod a Google-ba azt, hogy, hogy köbben Anita, akkor mindenhol az egyedülálló anyuka harcosaként apostrofálnak téged. Ö ha nem is az egyetlen, de a legtöbbször és a leginkább feldolgozott veled kapcsolatos hír az, hogy, hogy, hogy egyedül neveled a kislányodat, és hogy, hogy, hogy apuka lelépett még idő előtt. Ez egyébként a gyerekvállalás megfontoltabbá tett mondjuk a véleménynyilvánítás szempontjából, vagy előtte sem voltál igazából ez a, nem tudom, ez a, az a nagy szabadságharcos. Hát szabadságharcosnak nem mondanám magam, de azért a saját igazamban mindig szerettem hinni, és azt, azt azért mások elé tárni, csak mondjuk szűkebb körbe, nevezzük ezt családnak, vagy barátoknak a, természetesen. A legjobb barátnőmnek. Én mindig is elmondtam a véleményemet, mindig is vállaltam Katinak a legjobb barátnőmnek, úgyhogy nehogy már valaki azt mondja, hogy én nem vállalom a véleményem, igen. De pont az anyaságom meghozott egyfajta magabiztosságot az élet nagyon-nagyon sok területén. Meg egy... egy egy határozottságot, és azt, hogy sokkal rövidebb idő alatt tudok karizmatikusabb döntéseket meghozni, mert már nem csak magamért vagyok felelős, hanem elsősorban érte vagyok felelős, vagy hát ugye elsősorban magamért kell felelőssé lennem, hogy őt felelőssé válnom, hogy őt el tudjam látni értelemszerűen, de ez a, ez a kettőnk kis közege, ez engem nagyon-nagyon tényleg erősé tett, mert sokan szokták rám azt a szót használni, hogy úristen, milyen erős nő vagy, és nem akarok én ebben tetszelegni, de azt érzem magamon, hogy a kis finom lelkemet, ami korábban leuralta a mindennapjaimat, azt megedzette természetesen ez az élet. Erős nő vagy, vagy annak mutatod magad? Hát nézd, ö, én azt gondolom, hogy erős nő vagyok. Tényleg, azért sok mindent vészeltem már át, az életem során, amiből valószínűleg majd inkább csak egy memoárt fogok írni, mert érintettek bennem mondjuk olyan személyek, akiket nem szeretnék annak kitenni, hogy a, hogy a közvélemény tisztában legyen mondjuk adott esetben a, az ő élethelyzetükkel, és nem is tehetem meg, hiszen ez mondjuk adott esetben jogokat is sértene, de, de nagyon érintett vagyok bennem mondjuk személyesen. És ezekben mindig helyt kellett állnom, ebben feladatot kellett vállalnom, ehhez szükség volt arra, hogy a mindennapokban ne rodjak össze annak uh -huh. a súlya alatt. És akkor ez még hatványozottabb lett, ugye az egyedülálló anyaságommal, illetve azzal a helyzettel, amiben aztán találtam magamat, úgyhogy, úgyhogy erős nő vagyok, viszont én is el tudok gyengülni. Nekem is vannak nehéz pillanataim, nekem is van olyan, amikor ö, Rám jön a sírhatnék, amikor fáradt vagyok, amikor úgy érzem, hogy, hogy összeomolnék. Szívem szerint ennek a súlya alatt, aztán megrázom magam, koronát igazít, és megy tovább. Uh -huh. uh, fogunk még erről beszélni. Szándékosan amúgy nem akartam azt, tehát hogy nem akartam, hogy ez az egész adás arról szóljon, hogy te és a pici, és ez egyedülálló anyaság, mert hogy tényleg ez be, beütöd a gogőbe, tengernyi anyagot találsz uh -huh. erről, és akartam, hogy valami olyanról beszélgessünk, amiről viszonylag kevesebbet szoktál. Ez például a gyerekkorod, hogy hogy neked milyen volt a gyerekkorod, milyen a kapcsolatod jelenleg a szüleiddel. Uh -huh. Mi az, amit onnan hozol? Mi az, amit be tudtál építeni a te anyaságodba? Annyira sokat szoktam ezen gondolkodni például, hogy meg tudnám-e fogalmazni, hogy mi az, amit a szüleimtől kaptam, és hogy, hogy én ebből mit vinnék tovább az Ándiból, és persze, mint ahogy mindannyian szoktunk ezen gondolkozni, mi az, amit viszont másképp szeretnék csinálni, de az biztos, hogy én világéletemben egy olyan stabil hálót kaptam a szüleimtől, ami egyrészt szerintem nagyon sok mindentől megvédett, Adott némi szabadságot is, tehát én elkezdhettem benne felfedezni magam. És van benne némi irányítás is, ugye értelemszerűen a, a, a szülői óvó tekinten, ami viszont még ma is a lázadásomhoz tartozik, mert mert nálunk ez például gyújtópont szokott lenni, hogy úgy érzem, hogy bizonyos értelemben az önállóságom fölött szeretnének ítélkezni, vagy a, a felnőtt döntéseim felett, vagy az anyai döntéseim felett, akkor ott már nekik tudni kell mondjuk elengedni az én kezemet, és azért ez mondjuk olyan pont szokott lenni, ahol vannak súrlódások. De soha, soha nem venném el tőlük azt az áldozatos, szeretetteljes munkát, amit, amit belefektettek abba, hogy nekem és a tesómnak mindig jobb legyen de tényleg, tehát, hogy lehetőség arra, hogy mondjuk egy panellakásból egy családi házba költöztünk, és ugye hát ezt felnőtt fejjel tudod felismerni természetesen, de hát az akkor gyerekként egy óriási dolog, nem nem magától értetődő, de a viszony számok, mint mondjuk az anyagi része, az uh -huh. ilyenkor válik kézzel foghatóvá. Vagy az, hogy hogy mondjuk mindig utaztunk, mindig voltunk valahol. A, a nyaralás, az, hogy megismerhettünk mennyi helyet a, a világban. Vagy az, hogy nálunk, mikor én gyerek voltam, rendszeresek voltak két hetente hétvégén, hogy az ő felnőtt baráti társaságukkal mi találkoztunk, társasoztunk, együtt jártunk el el, e, nyaralni. Tényleg egy olyan hangulat volt, amiket mindig élveztem és imádtam ott ülni a felnőttek között, és figyelni őket, hallgatni a beszélgetéseiket adott esetben beleszólni, hogyha már e, nagyobb voltam. És én ennek a megtartó erejét azt egyértelműen a szüleimnek köszönhetem, és én így is gondolkozom arra, hogy ezt biztos, hogy szeretném tovább. Végülni. Akkor a mai napig az életedben vannak, és támogatnak. Hát nekem ők a legfőbb segítségem és támogatóim uh -huh. a, a, a kislányom mellett. Tehát ezt egyedül. Hát ezt egyedül nem biztos, hogy azért így meg tudnám csinálni. Azt a fajta egyensúlyozást, amit a mindennapokban véghez viszek a, a munka és a magánélet között. Mit gondolsz az, hogy egyedül bevállaltad a, a gyermekedet? Annak köze volt ahhoz, vagy... Inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy akkor is bevállaltad volna a gyereket egyedül, hogyha nincs mögötted egy ilyen biztos szülői háló? Hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen nem tudom, hogy milyen élethelyzetben lennék akkor, hogyha ők nincsenek körülöttem. Uh -huh. Tehát ez csak egy feltételezés, de hát egyetemben a válasz egyébként az rá, hogy igen. És ez minden nappal, minden pillanatban csak erősödik, amikor én a, a, a kislányomat megsimogatom, megpuszilom, amikor ott van mellettem, amikor a létezése, mint olyan tudatos órám. Tehát, hogy kicsit revidálva magamat, ugye, hogy ez a gondolati felvezetés honnan én, tehát abban az élethelyzetben természetesen nem tudom magamat beleképzelni, amikor egy nőnek ö, nincs ott körülötte a családja, és így kell meghoznia ezt a döntést, hiszen ö, az első pillanatban, amikor én hazamentem és elmondtam nekik azt, hogy, hogy úgy néz ki, hogy babát várom, akkor akkor ők és utána kellett küldenem azt az információt, ugye, hogy viszont úgy tűnik, hogy egyedül, akkor ők az első másodpercben biztosítottak arra, hogy eszedben ne jusson semmi hülyeséget csinálni, mert mi itt vagyunk és segítünk mindenben. Mondjuk hál' Istennek azt mondhatom, hogy, hogy nem is jutott eszembe. Tehát Igen. az velem szembe ugye akkor egyfajta erős nyomás volt, hogy akkor volt, ha jók az információim, volt egy klinika, ahova elmehettem volna, de hát ez nálam szóba sem jöhetett. Tehát, hogy ez, ez nem volt De ez most ez az akkori pasi foglalt ezt az időpontot? Vagy? Hát utána nézett annak a lehetőségének, hogy akkor hova és mikor lehet. Hát ez egy úri ember tulajdonképpen. Milyen kedves. szeretem azt, amikor, amikor mások méhével és vaginájával férfiak úgy gondolják, hogy rendelkezhetnek, és utána néznek egy jó klinikának, vagy egy jó időpontnak, hogy, hogy mégiscsak hogy lehetne megszakítani egy terhességet. Tudom, hogy ez, ez a téma, neked... annál szerintem sokkal messzebbre is mutat. Tehát azon túlmenően, hogy azért ez egy orvosi beavatkozás, és hogy az én testemben annak milyen következményei lehetnek, hogy adott esetben ö, nem lehettem volna újra édesanyament, mondjuk a műtét úgy alakul, hogy ott lesznek aztán következményei, és már a teherbe esés, mint olyan nem opció, és elveszi tőlem annak a lehetőségét, hogy ha... Ö, rám találna a valódi szerelem, akkor mondjuk édesanyja legyek, vagy mi párként szeretnénk gyermeket vállalni, akkor ez megtörténhessen, mert hát hiszen egy ilyen élethelyzet már nem teszi azt lehetővé, hogy ez a két ember, akik között ez ilyen ellentétes álláspontokban felmerül, szerintem, hogy együtt maradjanak. Tehát ezen, nekem pont ez volt a kérdésemben, ebben, hogy jó, rendben, ezt te eldöntötted, és nem szeretnéd mellettem vállalni, de én viszont szeretném, és ezt vállalom úgy is, hogy neked ebben semmilyen szerepet nem kell tehát sem névlegesen, sem anyagilag vállalnod, de ne vedd el tőlem annak a lehetőségét, hogy édes anya legyek. Lehet, hogy el fogom sírni mindjárt magam, de ilyenkor azért sírom el magam, nem azért, mert ez az élethelyzet annyira fájna, hanem bennem már itt van a szívemben a kislányom. És én úgy beszélek róla, hogy, hogy azt feltételezem, hogy mondjuk ne létezne, hát ez, 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 elképzelhetetlen. És tudod, akkor, amikor jönnek ezek a kommentek, és ezzel szoktak, főleg eleinte, ugye most már hál' Istennek azért ilyennel nem találkozom, hogy betámadni, hogy hogy, hogy, hogy lehet az, hogy keveredhet az ember olyan helyzetbe, hogy teherbe esik, és elhagyja a párja, meg egyáltalán ö, milyen következményekkel jár ez, akkor ezek az emberek... Ez nem kell szerintem PSD, hogy az ember kikövetkeztesse, hogy hogy kerülsz egy ilyen helyzetbe. Tehát, hogy... Nem, de tudod, az a legfájóbb benne, hogy ők ilyenkor az én kislányomnak a, a létezését kérdőjelezik meg. Tehát, hogy odáig nem jut el a gondolatok, hogy én értem, hogy neki nem tetszik, hogy én, én mondjuk hoztam egy ilyen döntést, hogy már pedig nincs B-opció, tehát csak az van, hogy, hogy, hogy ő is én is édesanya leszek, akkor, akkor ők azt kérdőjelezik meg, hogy, hogy ennek a pici lánynak amúgy van-e az élethez egy jogosultsága, tehát hogy ez egyébként, no way. egyébként a gyermekvállalás, tehát a ti kapcsolatotokban az, az előfordulhatott, vagy, 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 ti mondjuk, tehát az, hogy az, ti védekeztetek egyébként, és így sikerült összehozni egy babát, vagy, vagy ez akkor, amikor már megfogant, akkor derült ki, hogy az apuka teljesen alkalmatlan az apuka szerepre, meg ahogy hallom az emberi szerepre is. Én mindig próbálok azért úgy beszélni róla, hogy bár a nagy nyilvánosság számára, hogy az ő személye és kiléte az nem nyilvánvaló, hiszen egy magánemberről van szó, de az benne van a pakliban, hogy akár hozzá, vagy akár az ő környezetéhez mondjuk egy ilyen interjú eljut, és akkor ő is megítéltetjetik ebben a sztoriban meg én is, tehát próbálok erről tisztességesen nyilatkozni minden esetben, de azért az a történethez hozzá tartozik, és hogyha erről nem beszélek, akkor az rajtam ad nagyon sok támadási felületet, amit azért szeretnék tisztelni. Tehát a mi kapcsolatunk azért ez az nem tartott már olyan régóta, mint amikor mondjuk 5-7-3 éves kapcsolatban elkezdik közösen tervezgetni a gyermekvállalást. Ennek ellenére volt róla szó kettünk között. Tehát ezt egyértelműen ki tudom jelenteni, de nem úgy, hogy akkor most uh, lássunk uh, hozzá a, a Baba projekthez, hanem úgy, hogy ugye az én információim szerint, aminek akkor birtokában voltam, mi egy két egymást szerető ember vagyunk, egy férfi és egy nő, akiknek azért a kapcsolatában vannak hullámvölgyek és hullámhegyek, de aktuálisan a gyermekvállalás kérdése benne van a kapcsolatunkban, és egyébként a korunkban is benne van. Tehát én akkor egy 35 éves, 34 éves nő voltam, a 35 évesen estem a 35 éves voltam, igen, most jók a, a számok, tehát beszéltünk róla. Hát azt meg tudtuk mondani, hogy a keresztapát, keresztanyát választanánk, akkor ők kit választanak keresztapának, én kit választanék keresztanyának. Tehát, hogy ezek a dolgok, ha felmerülnek egy kapcsolatban, akkor, akkor nem kell, hogy feltétlenül váratlanul érjen egy egyébként váratlan terhesség. Nem csinálok ebből prüdériát, vagy kérdéskört én nem használtam, soha fogamzásgátló tabletet, illetve hazudok ilyen értelemben, mert 10-12 évvel ezelőtt megpróbálkoztam vele, de olyan rossz érzéseket kellett bennem, hát teljesen felborította a uh -huh. hormonháztartásomat, Itt mindig van három hónap, amit úgy, mond, ki kell bírni, ha te érzékeny vagy rá. Én mondtam, hogy nem vagyok hajlandó. Tehát gyógyszerrel nem védekeztünk, ugye értelemszerűen itt több. Másik jellemzően két opció marad, amire azt gondolom, hogy akkor onnantól kezdve pedig két felnőtt ember fel tudja mérni a következményeit annak, hogyha mi így élünk házas életet, csak hogy szépen fogalmazzak, akkor az mivel járhat. És ezt hívják onnantól kezdve szerintem felelősségnek. Mm. Amiben mind a két fél természetesen részt vesz. Tehát, hogy hú, de hát arról is biztos nagyon sokat tudnék mesélni, hogy, mesélni, hogy miket kaptam meg abban az utolsó ö, ominózus beszélgetésben, amikor ugye én összeszedtem a holmivat, és eljöttem, de hát ez... Mármint a gyereket Készítő embertől apukának nem uh, akarom. Ide hívni. Rossz ez a szó, igen, igen. és ehívom hívom apának, mert szerintem egy ilyen ember nem apa, ez tény, és való, még exemnek vagyok hajlandó, mert páromnak sem ex mondanám. Igen, jó, az jó, az, igen, az az az, 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 az sok minden benne van. Igen. Miket, de vádolt Mi, téged? Mindennel vádolt olyan értelemben, hogy. Direkt igen, és magad mellett. a és igen, a. Az, Mondom én, hogy ez egy úr. hazudtam arról, hogy én egyébként 呃。Uh Fogamzó képes vagyok-e. De tudod ilyenkor az ember mindent a másik fejéhez vág egyébként csak történetet azt értette félre, hogy én például beszéltem arról, hogy milyen érdekes az, hogy azért nekem már volt komoly kapcsolatom, és mivel gyógyszert sosem szedtem, hogy még nem estem soha teherbe. És hogy, hogy attól félek, mert ugye ez volt a téma, hogy attól félek, hogy esetleg vannak nálam ennek egészségügyi okai, és ezeket az egészségügyi okokat, ha egyébként mi gyermekvállalásról beszélünk, akkor viszont aktuálisan el kell kezdeni kideríteni, ki kell hiszen ha? egy 35 éves nő vagyok. És ennek a történetnek és beszélgetésnek lett az az eredménye, hogy én hazudtam arról, hogy nem is tudok teherbe esni, de hát ilyen nem történt, hát ez, én ez azt gondolom, nem volt néven, hogy ő... számomra se, hogy ilyen lenne. Hogy Szerintem ebben bátran vállalhatod az osztály a hogyha azért kell hibásnak lenned, mert hogy megszületett a, a, a csodád. Hát akkor ha ő ezt gondolja, akkor az, hogy ő mit gondol, szerintem ilyen szempontból teljesen mindegy. Általánosságban az abortuszra mi a véleményed? Hú, nehéz téma. Nehéz téma, mert ugye megint egy olyan ö, felvetés, ami, ami nagyon sok szempontból megközelíthető. Anyaként értelemszerűen a, az élethez való jog, mint olyan, vagy talán ezt inkább úgy mondom, hogy emberileg az élethez való jog. Az, az élet csodája, amit én magam egyébként nagyon szeretek, és, és tisztelek, és szeretem megélni, az, az, természetesen azt mondatja velem, hogy ez, ez, ez jár. És ott a másik oldal, amikor meg tökre megértem azt, amikor valakinek egyszerűen muszáj mérlegelnie például, az életkörülményeit, és az egy felelősségteljes gondolkodás, hogy ő képes-e felnevelni egy gyermeket, vagy esetleg tudomására jut, hogy a gyermeke nem tudna százszázalékosan jó minőségű életet élni, akkor ő, akkor ő valamilyen érvrendszer mentén meghozza ezt a döntést, és akkor ott a, a legszörnyűbb és legnehezebb élethelyzet, amikor mondjuk valaki erőszakból esik teherbe. Tehát, hogy, hogy ez, ez szerintem nem egyértelműen fekete és fehér, de én... Hát a... azzá válik, miután meghallgatja a szívhangot elvileg. úgyhogy ö... <kül> most ö... ugye a jelenlegi... Egyébként ezzel a döntéssel, hogy szívhangot hallgattatnak abortuszra készülő anyukákkal, mennyire értesz egyet? Te ugye én nem emléksz... tudod megítélni ezt, hiszen soha, nem, soha nem, tehát meg sem fordult tehát a fejedbe egy ilyen, tehát neked nem kellett szívhang ahhoz, neked a tudat, hogy benned növekszik egy élet, már elegendő volt az, hogy tudjad, hogy te anyuka vagy. Hát viszont, viszont, Nekem el van mentve az első szívhangvizsgálat hangja. A, az egyik ilyen kis plüssállatunkban van egy ilyen speciális szerkezet, amire fel lehet venni hangokat, és akkor az bedugod egy ilyen kis elefántnak a pocakjába, és ha megnyomod a gombot, akkor az a hang, amit rávettél, az, az visszajön, és nekem arra pontosan az első szívhangvizsgálat szívdobbanásai vannak felvéve, és én tudom azt, hogy nekem ez mit jelent, tehát én csak azt tudom elmondani, hogy az, az nekem tényleg maga a csoda volt, és végig pörgetni a saját fejemben azt, hogy Úristen, az én testem képes egy másik ember ö, életre hívására, hogy egy, egy pici kis sejtecskéből, aztán az én segedelmemmel, vagy segítségemmel ő kivé is mivé válhat, hogy az én testem ad neki táplálékot, és teszi ezt lehetővé számára, az egy ilyen tényleg iszonyúan magasztos érzés, hogyha használtok rá ilyen nagy szavakat. Tehát számomra az a pillanat a minden is volt egyúttal. Abról nem vagyok meggyőződve, hogy ez olyan emberek, vagy olyan nők számára, akik egyébként magukban ezt valamilyen érvrendszer mellett eldöntötték, ugye ide tartozhat egyszerűen az is, hogy valaki azt mondja, hogy nem akarok anya lenni, és ezt el kell fogadnunk, ez az ő döntése természetesen, hogy, hogy az belőlük akár milyen más érzést kiválthat. Én, én, ezt, ezt nem tudnám neked megmondani, hiszen sose voltam ebben a helyzetben. A sokszor hangoztatott apakép, ugye? Tehát, hogy tulajdonképpen te is egy úgy egy csonka családot tartasz fent, hogyha... Utálom hogyha... ezt a szót Igen, tényleg? igen, igen, de mégiscsak, tehát, hogy a... a... Értem, hogy mire akarsz gondolni. Az alap, alap, tehát az alaptörvénybe vett család szempontjából ti nem vagytok család, ugye? Tehát ott csak egy anyuka van, meg egy gyerek. Tehát, hogy, hogy ti nem részesültek abban a kegyben, hogy ebben az országban titeket családnak hívjanak. És itt Akár... sok előnyben sem. És, itt sok előnyben sem. Most erre nem akarok beszélni ennek a politikai vonatkozásairól. Inkább arról, arról kérdezlek, hogy hogy az apa szerepet akkor a nagypapa tölti be a pici életében? Hogy Igen. látod, egyáltalán van-e szükség erre? Vagy a be tudod te is tölteni esetleg a Hát nézd, ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy egyszerre vagyok anya és egyszerre vagyok apa, természetesen, és ennek minden jó és nehéz tényezőjével együttvéve. De az nálam egyértelmű volt, hogy apukám fogja ezt a szerepet betölteni, aki egyébként értelemszerűen nem tudja ezt a szerepet betölteni, és ezt most értsd jól. A, egy csomó minden olyan élethelyzet hiányzik, ha nagyon egyszerűen megfogalmazva, funkcionálisan nézzük az apok karakterből, amit ő nem tud pótolni. Ő nem tud otthon odajönni hozzám, adni egy puszit a homlokomra, megölelni, megcsókolni, támogatni bizonyos élethelyzetekben egy másik típusú adott szituációra gyakorolt nézőpontot vetíteni neki, amit mondjuk egy férfi meg tud Tehát az, hogy ő lásson egy nőt és egy férfit, vagy, 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 egy, igen, igazából az én esetemben egyértelműen ugye egy nőt és egy férfit párként funkcionálni, ezt ugye ő nem tudja pótolni, és ez érdekes kérdés szokott is bennem lenni, hogy hogy hogyan tudom a kislányomnak megadni azt, hogy ő, 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 lásson, lásson még. ez az nekem lenne ötleteim. Hát igen, egy is a kérdés, adódik természetesen... is a kérdés hogy mit teszel meg ennek érdekében, mondjuk. Hát hogy olyan kereszt szülőket választok. <laughs> nem egészen erre gondoltam. Föl vagy a például társkeresőn? <laughs> ja, Hú, ez egy élet, éles váltás. Képzeld el, voltam fent társkeresőn. Mindegyiken. Tehát én megpróbálkoztam, hogy olyan régen az a jó, mondom, akkor adjunk egy esélyt a Tinderre is regisztráltam. Mert mondom, akkor ez egy egyértelmű felülete annak, hogy a szándék kinyilatkoztatás Som, az megvan, hogy szeretnék ismerkedni és párat találni. Hát egy borzalmas beszélgetés sorozat és egy fék, kiderült, kiderült, hogy egy fék profillal tárgyalok egyébként ez ügyben. Csalódása után azonnal töröltem is magam, tehát mondtam, hogy jó, akkor ez még mindig. Ez, ez meg... ezt meg... gyorsan feladtad? Nagyon gyorsan megpróbálkoztam ugye a Facebook társkeresővel. is. Ja, akkor de egyáltalán, tehát hogy, hogy, szeretnéd, de hogy legyen egy olyan ember az szeretném. életedben, aki ad egy puszit a homlokodra, megcsókol, megölel együtt olvastok mesét a gyereknek, ha nem is egy apa pótleg de egy apa kép és egy pár, neked ugye szerelem, hogy legyen. Mert mondjuk, hogyha egy, egy ilyen csalódásot után magadat a Tinderről, Hát nem tudom. Tudod, e, e. <laughs> hát lehet, nem vagy elég elszánt. Én értem, hogy mondtad, hogy attól tartasz, hogy az ismerkedés alatt a, a gyerektől vennéd el ezt az időt, de... Uh, hogyha... Hányszor gondolom ezt, előlebb, igen. Én igen. Van ez az anyai bűntudat, de hogyha meg... Figyelj, mert én erre hoztam egy nagyon jó Na gyógyszert. Mondj, figyelj, tehát hogyha meg azt fordítod meg, hogy igazából te azért ismerkedsz, és azért nyitsz férfiak felé, hogy a későbbiekben a gyereknek jobb legyen, és egy teljes és átfogó apa-anya a kormány által is elismert családban nőhessen fel, akkor tulajdonképpen ez hosszú távon a gyerek érdekeit szolgálja. Tehát, hogyha te ismerkedsz, azt is a gyerekért tudod tenni. Ha ezt így átülteted az agyadba, már is visszaregisztrálhatsz a Tinderre. Ezt most Én... azt mondtad, hogy ne legyen lelkiismeret furdalás. Igen, 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 rólam. igen, meg hogyha esetleg hallgatnak minket ha hasonló helyzetben lévő anyukák, akkor nyugodtan elmondom nekik, hogy szerintem ismerkedni, meg figyelj, azért a csajoknak is vannak szükségleteik, tehát, hogy minden, Persze, hogy vannak, minden, tehát, hogy minden, minden szempontból... Emberből um, vagyunk egyértelműen. Igen, igen, de hogy akkor így... az Mondjuk, ami... Nekem például most a legjobban azt jelzik, hogy, hogy valaki megsimogáson nagyon szívesen megteszem a műsor után, de nem hiszem, hogy erre a simogatásra vágy. Én meg igazság szerint, hogy, a szükségletekre akartam itt a, fókuszt ráhelyezni, hogy most ezt gondolom, hogy te egyébként az intimitásra gondoltál, vagy a szexuális együttek létekre. Persze, hát fiatal vagy, tehát nincs arról szó, hogy tényleg. De ez nem csak ennyi, tehát hogy nekem sokkal jobban hiányzik egy összebújás, egy olyan gyengét pillanat, amiben tényleg Sok ezt mondja, nagyon fura ezt hallani nekem, Basik Mit jelent az intimitás? Nem, 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 én ilyen szempontból hogy liberálisabb vagyok. De, de hogy ezt én tökre értem, de hogy ilyen, ilyen férfi sem volt az elmúlt x évben az életedben, akivel ez. Hát képzeld el, hogy ha hivatalosan nézzük, akkor én gyakorlatilag ugye három éve egyedül vagyok, tehát ugye a, a terhességem nulladik pontjától. Ebben a három évben egyetlen egyszer volt egy udvarlóm, akivel elkezdett közöttünk a kapcsolat kialakulni, aztán ő kihátrált ebből. Ő akart velem nagyon összejönni és megismerkedni, aztán a saját indokai mentén ki is fordult ebből a történetből, amit nagyon-nagyon sajnáltam. Most meg épp ott tartok, hogy, hogy hát tényleg kevésbé van időm arra, hogy ezzel foglalkozzak, hanem inkább annak próbálok erőt és hitet adni, tudod, hogy hogy egyszer csak egymásba botlunk, de nem tudok másnál, és visszatérve még gyorsan az online térben való ismerkedésre, én tudom, hogy vannak igazi szerelmi történetek. Én annál... Mi ott ismertük meg egymást Patrikkal. Nekem is volt egyébként. Mi nyolc éve vagyunk csodaton. együtt, és mi egy, mi egy... Tindernek a, a fiú megfelelőjén ismerkedtünk meg egymással, írtunk egymásnak, átmentem hozzá, és nyolc éve nem jöttem el tőle, vagy hogy ő tőlem. Tehát azt mondom, hogy én nem gondolom, hogy ez egy ördögtől való dolog lenne. Ami nekem, nekem hiányzik, hogy nincs egy első benyomásod a másikról, nincs meg az az úgynevezett szikra, amit érzel a másik felé, hogy téged ő érdekel, neked az ő illata csábító, vagy, vagy a, a, a hangszíne, a, a beszéd stíj. Kílusa, nevez bárminek. Vagy egyszer, De nyitott vagy kínál. te egyáltalán erre? Ezen sokat szoktam gondolkozni, mérlegelem én is magam, és egy eléggé változó színuszgörbét tudnék neked leírni egyszer fent, egyszer lent címmel. Mert hogy van, amikor annyira visz előre az élet, hogy azt érzem, hogy nem is férne bele a mi kettősünkbe, vagy leginkább az én életembe, hogy egy harmadik felet be tudjak engedni. Na meg aztán ott van az összes többi kérdés, hogy Egyfajta nevelési rendszer mentén ö, próbálom terelgetni a kislányomat, és hogy ez egy milyen nehéz dolog lehet, hogy ebbe egy, egy teljesen outsider-t beengedni. Hát először nekünk kell egymásra hangolódnunk, megismerkednünk, ö, összeegyeztetni ezeket a dolgokat, és majd aztán egy közösséget létrehozni. Ebből ez ugye értelemszerűen nem egy-két nap, erre időt kell szállni. Kell, hogy a mi kapcsolatunk is megerősödjön meg aztán megnézni azt hogy tud e funkcionálni ebben a feladatában. handicap hogy van gyerek hát a mai világban szerintem nem, Már ah, nem ugye? én azt én is látom is azt gondolom, hogy, hogy nem hogy szerintem nem ha azt kérdeznéd, hogy mondjuk előnyt érveznek azok a férfiak, akiknek már van gyerekük, akkor logikus érvek én azt gondolom, hogy igen, hiszen ő tudja jobban felmérni azt, hogy én milyen élethelyzetben vagyok. De nem gondolom azt, hogy egy férfi, akinek mondjuk még nincs saját gyermeke, ne tudna jó vagy még jobb apa lenni. Tehát, hogy férfi ez nem, szemmel azt, hogy neked nem van gyereke? Hát nézd, én eddig ezt amúgy nem tapasztaltam. Hát mondjuk abból a kettő alkalomból, amit randevúban töltöttem, mm -hmm. hogy hogy ez ez nem, nem okozott nehézségen. Szerintem egy nő is talán jobban meg tudja mutatni magát az anyaságán keresztül. Több mindent enged láttatni belőled, mint amit mondjuk, hogyha te még egy szingli nő vagy, akkor másképp kezelsz bizonyos élethelyzeteket, és hogyha ebben a férfiban van megfelelő típusú fogénykonyság, és ő ezt látja, akkor, akkor szerintem az akár kedvező is lehet. Hát ez ugyanúgy visszafele is így működik. Hát látom azt a férfit, hogy hogyan működik édesapaként, abból én egy csomó mindent le fogok tudni szűrni róla, hogy, hogy működik emberként. Um, hamarosan lejárt sajnos a műsoridő, de még, de még azért itt vannak, vannak kérdéseim. Um, ugye itt neked, hát azt, azt mondod, hogy viszonylag, viszonylag későn, mihez képest későn uh, volt a karrieredben a nagyobb áttörés. Ugye te sokáig dolgoztál a TV2-nél. Mit gondolsz, hogy mi volt annak az oka csak röviden, hogy ott uh, olyan fajsúlyos feladatokat nem kaptál, mondjuk, mint itt az ATV-nél? Hm. Hát amúgy az ötökre egyetértek, amit megfogalmaztál most, hogy viszonylag késő jött, szerintem késő jött a karrieremben ez a típusú áttörés, hogy most egy reggeli műsornak lehetek a műsorvezetője. Amikor én anó 25 éves voltam, akkor jelentkeztem a Komlósi Gábor újságíró riporter iskolájába, és Gábor személyesen mondta azt nekem, hogy persze, menjek mindenképpen, és nagyon örül neki. Lehet, hogy most már egy kicsit öreg vagyok, mondom, 25 évesen ehhez öreg. És mondta, hogy igen, mert minden olyan esetben, amikor valaki ezt részint tudatosabban kezeli, akkor már jóval fiatalabban elkezdenek gyakornokként elhelyezkedni televíziónál, újságnál, rádiónál, stb. 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 Tehát van egy 5-6 év handicapem ebben a történetben. Ehhez képest azért azt gondolom, hogy a televíziós karrierem jól alakult, és volt egyfajta rang létre, amit végigjártam ebben, és lehetett volna bizonyos értelemben ezt akár gyorsítani is. Én... Hogy érted ezt? Hát, meg. Melyik rendező producerrel kellett volna jóban? <laughs> Azt gyorsíts egy kicsit a karriereden, add meg a számát azonnal. <gül> <gül> Nagyon sok esetben szerintem nem csak ezen múlik, de a kapcsolatrendszeren mindenképpen múlik. Tehát, hogy azt, hogy te előbb tudod elmondani valakinek azt, hogy arra gondoltál, hogy ebben a feladatban jó lennél, az azért sokat tud szerintem ezen a folyamaton Lát, a lendíteni. A médiában, hogy valaki mondjuk annak köszönhetően nő, vagy annak köszönhetően jó nő előrébb jutott a, a ranglétrán? Hát ez, Zsolti, ez egy olyan kérdés, tudod, hogy soha senki mellett nem álltam ott a hálószobában. Tehát... Miért nem? De fura... Értem a kérdésed lényegét, és erre csak ezt tudom mondani, hogy, hogy azt hogy most az ember hallomásból mit hall vagy vél tudni, az egy dolog, ez mindig csak feltételezés marad, tehát ez ugyanúgy biztos vagyok bennem, hogy rólam is elmondják azok, akiknek adott esetben én szúrom a szemét, tehát most ez, ez, ez egy olyan dolog, hogy ezt szerintem mindannyian megkapjuk, hogy egyértelmű választ adjak, nekem nincsenek kétségeim. Egy utolsó gyors, rövid kérdés, nemrégiben azért elég hangos volt a, a, az ATV, pláne ugye a, a Start stúdiója, Kárász Robi távozásától, arra akartam kitérni, hogy téged mennyire érintett milyen az, hogy, hogy hazugsággal vádolta azt a műsort, aminek egyébként az, arca, vagy, aminek egyébként az egyik arca te is vagy, a, a Baranyi Krisztás botrány után. Milyen volt itt a hangulat, hogy váltatok el téged, ez mennyire érintett? Tudom, hogy nem vele voltál párban, ettől függetlenül nyilván azért mégiscsak így egy, egy műsorvezető család vagy. Hát nézd, azért én ezt nem vettem egy pillanatig sem személyesnek, mármint, hogy a Robi álláspontját mm. természetesen. Én, én azt tudom neked elmondani, hogy amikor én idekerültem, akkor engem a, a, a Robi egy korábbi kollegális viszony személy a tv 2 talán egy-két hónapig, mikor mielőtt ugye onnan is elkerült volna, dolgoztunk együtt, ismertük egymást, illetve én neki az Ezen lámpás éjszakája rendezvénysorozatán voltam műsorvezetője, mi ismertük egymást. És nekem az ő Jelenléte, és azt, mivel dolgoztunk néhány adásban együtt, így, a, így a, a nevezzük így közelsége adott egy biztonsági érzetet, hiszen nekem politikai, közéleti műsort vezetni, az egy ingoványos terep pont azért, amit mondtam korábban, hogy én nem, nem politizáltam soha. Tehát nekem azért fontos az, hogy iszonyúan felkészülök a háttérbe, utána nézek dolgoknak, és, és soha nem megyek úgy reggel oda az adásba, hogy fogalmam sincs arról, hogy miről lesz szó az nem, mert ez nekem ad egyfajta biztonságot. Érzeten. És az, hogy a, a, a Robi helyzete így alakult, azt megint csak sok irányból meg lehet közelíteni. Szerintem, Szerintem biztos vannak olyan kérdések, amiben azért őt ismerve lehet, hogy makacs volt és kardoskodott, és abban is biztos vagyok, hogy a vezetőség tolerancia szintjén elment a falig, és maximálisan kihozta ebből az együttműködésből azt, amit ő úgy érzett, hogy ki tud belőle hozni. Mindig azt gondolom, hogy a szép elválás az, az mégiscsak jobb és kifizetődőbb, de engem emberileg semmilyen értelemben nem, nem befolyásolt vagy nem határozott meg. Én a Robit felhívtam azután, miután ö, megtudtuk, hogy ő nem lesz többet velünk is és külön válnak az útjaik, és igazság szerint nem is faggattam a körülményektől, hanem biztosítottam arra, hogy nagyon sajnálom, én köszönöm neki, hogy az elmúlt fél évben segítette a munkámat, a beilleszkedésemet, és sok sikert kívántam neki a jövőre, ami aztán az egész hamarul hamar testet is öltött, látott, szóval hál' Istennek, hogy minden jól alakult. Nekünk lett új startos kollégánk, ő pedig megtalálta a helyét. Most decemberben a, egy fehérnemű kampány ö, eredményeként hát elég szaftos képet osztottál meg magadról. Az volt szerintem? Figyelj, én mindjárt mondom, hogy hogy volt szaftos, nekem nem. Tehát én mondjuk... Ö, én, én nekem a, a teljes mesztelenség sem az, de mondom, nekem az elég magasan van a, a, a az ingerköszönöm, hanem mint egy hírműsor műsorvezetőjeként, mint mondjuk egy közéleti műsor műsorvezetőjeként, szerinted a belefér az, hogy szememláthatóan szerinted belefér, hiszen me, megosztottad ezeket ja, a képeket? Hogy igen, igen. Hogy, hogy szerinted milyen. Ártat-e ez az ebéri megítélésednek, tehát hogy a, a, ebben a szerepben való megítélésednek, vagy használhat éppen az, hogy, az, hogy ilyen lengép fotókat... És nyilván nem arról volt szó, hogy tárogatót 67 volt az Instagramon, hanem hanem ezek nagyon szép, nagyon ö, 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 esztétikus, fehér neműben készült fotók voltak róla egy reklám Viszont nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk az Erős Antóniától, vagy a Szabadoságitól láttam hasonlót. Mm -hmm, volt a, az Erős Antónia mm, f 3 mert nem emlékszem, melyik, CKM, melyik men, volt. Tényleg. Ez erre gyorsan rá is tudok neked. Ugye az, ami nem playboy szintű volt, hogy nem kell kitárulkozni, nem Igen. fehér neműben láthatod. Az ágíró speciálpont nem tudom én is, de az Antóniát, hogy. Még róla még én, én, én is megnézni. Említetted. Hát lehet, hogy valami archívumban vissza tudsz ilyesmit keresni, de Na mindegy, <laughs> ne. Megnézzük. Ne, ne, ne tereljük el feltétlenül. Tök jó, hogy ezt kérdezed, nekem amúgy van egy kócsom, akihez rendszeresen járok, hogy ő felkészítsen engem itt a, a, a műsorvezetés bugyraira nevezzük így, ugye a vita politika lehetővé tesz. És azt tanácsolt, hogy vetkőz. Nem, hanem hogy én neki vetettem fel, vagy lesz, nem, nem tudom, hogy kivetette fel, felmerült minden esetre ez a kérdés. És az a jó, hogy erre pont van is egy válaszom. Az első és legfontosabb az, hogy amikor engem Német Szilárd felkért arra, már, hogy ugye a castingon túl voltunk, és ők, ők eldöntötték a, a vezetőség szintjén, hogy akkor velem szeretnének együtt dolgozni, hogy én ezt a feladatot vállalnám, -e. akkor pontosan én voltam az, aki azt mondta, hogy hogy szívesen. Viszont ez mit követelne meg tőlem, mert hiszen én jelen vagyok a közösségi oldalon, mondjuk úgy influencerként is, mert ezzel a szóval tudjuk illetni, amelyben egyébként fehér nemű kampányok is beletartoznak. És hogy összeegyeztethető-e ez a kettő szerintük, és meg is volt a kérése Szilárdnak, hogy nem jelent gondot, természetesen ezzel tisztában vannak, és nem kérik tőlem, hogy adjam fel az eddigi életemet. Én annyit kér, most ezt a YouTube nézők fogják látni, hogy hát ne, így csináljak, hanem így csináljak, tehát magyarán szavakkal is kimondva, hogy azért ezek diszkrét ö, fotók legyenek. És ez engem megintetott... hogy, hogy, itt vasárnap német, nem, nem, német, német, Sándor prédikál, hétfőn pedig te köszöntöd a nézőket, hétfőn délután pedig már fehér neműben pózolsz az Instagramon. Én, Ugye dolog, itt a Spirit meg a, a az ATV, ők így a, a, keresztényi mi voltra hangsúlyt fektetnek, és nem gondolom, hogy nem lenne keresztény egyébként pont egy esztétikus ezt akartam, mondani, női egy nő, attól még a... nő, és egy férfi, attól még férfi Igen, marad. Hiszen így szeplőtelenül pőrint teremtettünk elvileg. Igen, a... Ádámról és Éváról is láttunk már ilyen futókat. Ha igen. szeretnéd, akkor Na, a Ha a állítaná a szilárd, akkor ezeken tudsz neki. Kérdezd meg apádat, hát de eldem és él és messzeren nő született, kérdezd meg tőle. De ne, de ne vicceljük el ezt a dolgot, és senkit sem szeretnénk véletlenül sem megsérteni a hitében, természetesen nem, nem erre szerettünk volna utalni vagy célozni. Szerintem sokkal inkább álszent lett volna a részemről, hogyha én most úgy teszek, mintha ez soha nem történt volna meg korábban az életemben. Most ezt értsd úgy, hogy. Én nem tudom hogy jön ide a Tóth Két... Tizen... Kicsoda? Nem tudom, hogy jön ide a Tóth Gabi. Én sem. <laughs> Igen, 12 éves koromtól kezdve modellkedtem, és a modell múltamban, meg voltam szépségversenyeken is, ahol rendszeresen vonultunk fel fürdőruhában. A modell múltamban van olyan, amikor mondjuk egy fehér nemű márkának köszönhetően vonultam ki a színpadra, egyébként teszem hozzá már-már már átlátszó fehér nemükben, hiszen a modell szakmának akkor éppen ba ez belefér. Tehát, hogyha valaki nagyon akarna, biztos, hogy rólam találna már eleve e, ilyen képeket. Sőt, hát én emlékszem, voltam egy vérkínos állásinterjún, amikor éppen nem tévéztem, és amikor beléptem az irodába, azt láttam. Akkor csak egy szobanövény volt ott, egy kanapé, meg egy állólám. Igen, és... nem, már volt itt egy mert Tényleg azt fogják gondolni. Azt láttam, és én... végül felvettek, igen. <laughs> Megkaptam az állást, hogy egy ilyen open office volt, és a kolléga jobb, igen. az én fürdőruhás képeimet rakosgatja egymás mellé, vélhetően küldte be a vezetőségnek, hogy akkor ki is érkezik hozzájuk, és akkor én így ültem, és az élettől elment a kedvem, hogy most komolyan úgy fogok oda bemenni hozzájuk, hogy ők az egyébként a, a hasamat, meg a fenekemet fogják nézegetni, és engem ezáltal megítélnek, hogy lehetek-e jó szakember, vagy sem, szóval, hogy totál inkorrektnek éreztem. A modellkedésben mi számít még ezen kívül, és ezt tényleg őszintén teszem fel a kérdést. Tehát azon kívül, hogy mondjuk nem tudom, hogy hány vattát tudsz 10 perc alatt megenni, és milyen a hasad vagy a popsi, ezeken kívül a szakmában jelenleg, hogy hogy pozolsz a kamera előtt, hogy viselkedsz a kifutón, ezek, ezek, ezek számítanak, még milyen kritériumai vannak annak, hogy valaki jó modell legyen. Hát én hogy... ma már nem modellkedek, sőt inkább azt mondanám neked, hogy jó pár éve nem modellkedek, szóval, de amikor modellkedtem, sem igazán tudtam ezekre válaszolni. Csak gyorsan egy pillanat hadd felezzem a gondot, tehát hogyha ezt a kampányt mondjuk így hirtelen semmisét teszem, hogy ugye én fehér nemű, egy fehér nemű márkának is mondjuk úgy az arc, hogy a képviselője vagyok, de közben minden fotó ott van az interneten, tehát simán kereshető, de azt hiszem az egy hazugság és álszent dolog lenne. De mondom azt, hogy a vezetőség megerősített abban, hogy én ezt egyébként folytathatom tovább, az, az nekem elegendő volt. Nem kapok egyébként negatív véleményt soha emiatt. Hát, azokra el, a képekre én. nem is csodálom. De, de, de ezek ö, szerintem diszkrét, meg szép fotók. Én mindig is szerettem a szép képeket. Ilyen, a jó csaj vagy, és ezért is fura, így, hogy mondjuk, ö, hogy oké, hogy, hogy negatív kommenteket nem kapsz, de mondjuk férfiaktól leveleket, mondjuk Dick -pikket. Hát ebben trükkös vagyok, mert hogyha én azt látom... Ha jó pali van. megnyitott, ha nem, ha, nem, ha, ha, ha nem, azt nem, látom, nem. hogy XY képet küldött neked, akkor én alapból nem nyitom meg a levet, mert nem vagyok arra kíváncsi, mondjuk ez értelem szerint inkább férfiakra jellemző, nem akarok bele, nem akarom magam annak a helyzetnek kitenni, hogy, hogy egy ilyen helyzetbe keveredjek, tehát, hogy engem nem érdekel, bennem Maximum ellenérzéseket, adott esetben még undort is szülhet, meg meg, meg behég a vagy olyan kép, amit valószínűleg soha az életben nem akartam volna látni. Minden általában ezt nem kigyúr gyönyörű, szép, ö ö ö jó szerszámmal ellátott férfiak szokták küldözgetni magukról, hanem. Ha, nem, Egyáltalán nem, szerintem, tehát nem mindegy, részemről nincs meg arra az igény, hogy ezt bárki bármilyen célzattal küldjön. És hogyha van mégis ilyen jó testű, szép, ö ö és hogyha Anitának akarnák küldeni, ő ezt nem igényli, Osvévé a th -asról a Zsolt, az én Instagramon, bármit, bárhova lehet, én azonnal kiteszem. Tehát nálam nincs mese, én azonnal névvel, arccal mindenhova kiteszek. Ja, uh, hát ha ez a cél, uh, szerinted egyébként, de hogy... Uh... Nem, te figyelj, én nem tudom, én... Én nem kapok sok dickpikket. Nem kapsz? Mert még a akkor sem. Hát figyelj, van valami küld <laughs> függetlenül Tudod, sose értem a motivációt. Tehát, ha, mert hogy Lehet, van, futottam bele, indít, tehát hogy félreért, így, értés, f... tehát futottam bele, hát ezért vagyok ma már megfontoltabb, hogy, hogy megnyitottam egy videót, és sokkolódtam, hogy Hö? Jézus Máriám, Hát, hogy történhetett meg, és, és hogy pont ezért szeretném ezt elkerülni, azzal, hogy ignorálom. Nem értem a szándékot se a túloldalról, hogy mit várom, úgy választ vár tőle, erre szerinted igen, vagy? Igen. Hát rögtön utána be, becsapódsz a zuhanyba, és küldesz neki egy uh -huh. három perces mini videót. Nem tudom. Na de modell szakma, ez egyébként érdekel Na, engem, igen. hogy a, a modellszakma, láttad ennek az árnyoldalait, amiket én most felsoroltam a közhelyeket, felsoroltam a Ezeket az elcsépelt a vadtevéstől elkezdve, a, a, a nem tudom én mi. Volt ilyen? Láttál ilyet, csináltál ilyet, voltak-e mondjuk étkezési gondjaid, zavaraid az, azzal kapcsolatban, hogy, hogy te mindig top legyél, és a, a XS-méretbe beleférj. Volt -e komoly gondja. Én nekem a, a, testem elfogadása az nagyon későn érkezett meg pont emiatt, mert sajnos a, a tinédzser koromban, ugye már említett 12 éves koromban, vagy inkább talán ezt mondom, hogy 14 éves korom környékén találtam magam szembe ilyen típusú elvárásokkal, és ez a legkritikusabb gyermeki lelki állapotomban talált meg, amit aztán hosszú évekig nem tudtam levetni, és meghatározta a saját testemhez fűződő viszonyomat. Mm. Ugye én egy igazi a mintapéldája vagyok a homokóra testalkatnak, van, aki azt mondja, hogy eleve egy kicsit szélesebb állam van, én ezt mondjuk nem látom, de ugye keskeny derék és egy, egy íves, eh, ahogy néha szokták mondani, markolni való fenekem van, tehát, hogy erős csípő van. És ez a modell szakmában akkoriban nem igazán kellett, amikor én ugye ezt szerettem volna űzni. Az, a volt a dívat, nagyon, 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 nagyon tényleg a, ezek a párduc testű az igazán hosszú szombok, de a, már, a, már a beteges, hát nem véletlenül uh -huh. lehet tudni ezt a modell hogy, hogy kínoszták magukat azok a lányok, hogy így nézzenek ki, annak érdekében, hogy munkát kapjanak, meg sikeresek legyenek a szakmában. És mivel kaptam olyan visszajelzést modellügynökségtől, hogy hát ott voltam 178 centi magasan 55 kilóval, relatíve nem gondolom, hogy túlsúlyosnak mondható lettem volna, lekéne fogyni. Aha. Volt ez a, az instrukció. De hogy fogjak, lehet, ez itt a csontomát, az amtok mit csinálni, de azért erős a combod és a feneked, próbálj meg lefaragni belőle. Meg egyébként a, a fogam jobban egy kicsit ferdél volt rajta, volt az első, hogy csiszoltassam le a fogamat, és tetessek rá koronát. Uh -huh. 16 évesen értett vagy, tehát ott volt a fogszabályzó, meg ott van ma is. Tehát, hogy mindegy, én ezeket. most még nem volt divat, nem? most meg már mert ugye divat. Most hát már van olyan hogy fölteszi, úgyhogy neki nem kéne. Igen, de, de mert ez ma trend, persze. De belecsúsztam, abba csúsztam bele, hogy, hogy elkezdtem magamat egy picit szadizni, és azt kezdtem el élvezni, és azt gondoltam, hogy akkor járok jó úton, hogy amikor ugye azáltal, hogy kiéheztettem magamat, és mondjuk fölálltam, akkor nekem egy elsötétedett a világ, megszédültem, kellett két-három mély levegő, és mondtam, hogy jó, akkor én most biztos jó úton járok a felé, hogy akkor modellkedni tudjak, mert és a fogyás irányába, almaecet kúrától kezdve, a mindenféle, a 90 napos díj, minden, minden csináltam. De jól én egy dolgot nem, vagy hát ha így veszük, kettő dolog nem történt meg velem, ettől függetlenül én nem voltam soha anorexiás, és nem voltam soha bulémiás, tehát én nem hánytattam magam, de hashajtókat például szedtem. Olyan szinten tönkre vágtam a szervezetemet, hogy egészen... 8 tizen... éve és semmi. Nem, meg. Műknád, nem. nem működik, nem, nem kapszulázom, de... Ha uh, én is egyébként, pedig szerintem durva cucc, Dur durva cucc, igen, anyámtól tanultam mert anyám egyszer leadott vele nagyon sokat, és akkor hogy időszer, idő, időnként így kúraszerűen így elkezdek szűzte a kapszulázni, figyelj, semmi. semmi. Hát, <laughs> hát, 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 nyilván, nyilván, nyilván nem van tőle, de hát a kilóban ez nem mutatkozik, nem mutatkozik meg. Nem. nem, mindig arra, levágom, levágottam a vonattal az egyik lábom, és ez az egyetlen egy módja, hogy rövid időn belül tudjak 30 kilót fogyni, mert nekem semmi más nem jön be. Úgyhogy modell szakma az... az Sok mindent kikényszerít az ember, Az durva, el, durva. Van egyébként lenné. bármilyen plastikai beavatkozás? Rajta én uh -huh. oh, hát nézzétek el nekem, én nagyon büszke vagyok, és az ég egyet a világon semmi. Semmik? Semmik. 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 Semmi? és Kis orr, semmi? Nem? Sem, van az orrom, hát itt van benne egy törés, nézd meg. A meg... Na, legyen, csináltad, ja, igen, én lehet direkt olyanra csinálni, tehát sose tényleg. lehet tudni, rafinált volt akkor az ember a tizedesnél. akar lenni, nem éppen egy kicsit fitikes, Semmi botox? Mert, semmi. Az nézd, ég... nekem milyen jó most állt voltam két hete. De botoxolva vagy ott oh, ne. tényleg? Nem, 30 fele. Hát, én nekem erről is elég sarkos a véleményem, és tudom, hogy ha ha az ember erről beszél, akkor az, az megint ön, hogy valakiket meg fog bántani, valakiket meg tud vele képviselni. Én inkább úgy szeretném ezt megfogalmazni, hogy nem megbántva senkit, de én nem értek egyet ezzel a nagyon nagy plastik amit értünk. És akkor biztos sokan most azt mondják, hogy jó, jó, hát neked könnyű, mert, és akkor mondjuk kaptam egy olyan külsőt a, a, a szüleimtől, meg a jóistentől, ami azért mondjuk előnyösnek nevezhető, és akkor itt az a beképzelt, meg na, biztos, hogy de szépnek tartja magán. Ez egy olyan dolog, hogy az én Külső a saját esztétikai igényemnek megfelel, egy csomó minden van, amit nem szeretek magamon, és, és van olyan, amin, amin fogok is változtatni természetesen, egyelőre nem tudom magamról elképzelni azt, hogy bármilyen idegen anyag kerüljön a, a, a testembe, pedig hát figyelj, 27 hónapja szoptatok. Hát nincs mellem. Tehát ö, egyszerűen, amit, amit hallasz ilyenkor a nőktől, hogy tényleg egy ilyen, egy szafat lesz, az ma az én mellem. Hát ez se csinosnak, se szexinek nem látom, de még mindig tudja, hát nem. Van lehet, hogy az. Jó, hát lehet, hogy valakinek tetszik, igen. Most jelenleg sokkal fontosabb az, hogy így táplálhatom a gyermekemet, meg hogy egyébként élve az anyaságomnak ezen állapotát, aztán majd lehet, hogy pár év múlva viszont mégis úgy döntünk, hogy, hogy kell egy kis korrekció, és akkor mondjuk betetetek implantot, viszont annak is lesz egy határa, hogy nem azt szeretném, hogy két Egy díjel, jó es Igen, ét, ét a túlzásokban szépen, igen. Mert vannak fenntartásaim egyébként a plastik cicikkel kapcsolatban is, és én nem feltétlen találom szépnek, tehát hogy nagyon kevés az, amikor azt tudom mondani egy, 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 egy műcici hogy az úgy igazán szép, de ettől függetlenül megértem a, a csajoknak azt az igényét, hogyha ők ezt szeretnék korrigálni. Mondom, a túlzást nem értem soha, hogy, hogy arra miért van szükség, és azért sajnálom azokat a csajokat, akik ebbe belecsúsznak mert, mert ott egy olyan bizalomhiányt vélek én felfedezni, vagy gyanítok a háttérben, amin nem gondolom, hogy egy még dúsabb száj, meg egy még jobban kisimított bőr segíteni fog, mert az az érzés, amivel ezek az anyagok, ha minél azért felszívódnak, és utána előről kell kezdened, hogy már az a kép, amit lát a tükörben, az lesz mindig a minimum, és annál mindig egy kicsit, mindig egy kicsit, mindig egy kicsit többet szeretnél, mert nem vagy elégedett azzal, amit látsz. Hát ha nem vagy elégedett, akkor te, te nem érzed jól magad a bőrödben, vagy nem fogadtad el saját magadat, ezért van szükség mindig az újbóli változtatásra. És... és, és ha te meg tudod találni azt az arány középutat, ami, ami hosszú távon boldogát és tetszik neked, és nem kell ezért szélsőségekbe torkolani, akkor szerintem amúgy azzal, azzal semmi gond nincsen, de azért mondom, hogy én a túlzással nem szoktam mm. ilyenkor egyet érteni. Fura egyébként, mert én heteró lennék, nekem biztos hogy ezek a plastik cicák jönnének. Igen. Be. Aha, igen, én, én azt látom, én, Nekem egyébként semmilyen plastikai beavatkozással nincsen dolgom, van, amit esztétikusnak, van, amit nevetségesnek tartok. Az egyiken álmok, a másikon nevetek. Tehát, hogy én, én tök simán elmondom valakinek, hogyha kérdezi, hogy milyen lett, én megmondom neki egy borzasztó. Tehát, hogy, de de hogy, ez szörnyű, hogyha hát, valaki nevetség tárgyává válik azért, amit csinál. Volt egy fiú ismerősöm, egy, egy. Hát most már én nem tudom, hogy most, most éppen meleg vagy nem meleg, mert az mindig ilyen kétséges volt. Száját töltette. Tényleg úgy nézett ki, mint a két Pringles lenne a száján. Tehát, ilyen szája volt. De figyelj, ez borzasztó. Tehát hogy ez még nőnél sem, nem mm -hmm. hogy férfi. És mondta, hogy itt nem érdekli. Tudja, hogy mindenki azt gondolja, hogy ő ezt imádja, ő nagyon szereti. rá, Hát mondom, jó van csinál, És akkor úgy voltam hogy ha őt ez elégedetté teszi, nyilván önbizalom hiányból ez is. Akkor, akkor nekem ezzel nincsen gondom. Sajnálom, hogy nem tudtam föltenni ezt a kérdést még a rádióadásban, de egyébként szerintem, hogyha úgy van oda mert azt mindig megszoktam, ugye mindig két fix kérdésem van az én beszélgetéseimben, a gyerekkor, és a, tehát honnan és a hova, hogy neked mondjuk a, a, tíz éves terved. Az, az mi? Mi a tíz éves terved? Akár karrier szempontjából, akár anyaság szempontjából, még egy gyerek, még kettő, akkor Képzeld, lehet ez, sok... ez, egy, ez egy érdekes dolog, hogyha konkrétan a még egy gyereket kérdezed, én amúgy az örökbefogadáson elgondolkoztam. És uh, és ezt abszolút nem zárom ki, hogyha amúgy így maradok, mármint, hogy Édes egyedül, vagy, de a törvény azt kizárja, azt tudod, hogy most egyedülálló szülőként neked nem zárja ki egészen. Nem zárja Tehát, ki, hogy, így hogy, van. Hogy, 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 ugye ezt azért, ezt muszáj tisztázunk, nem lehet, hogy nehezebb, meg bizonyos. Hát te lesz lesz az a utolsó sorban. Igen, kizár, de alapvetően nem zárja ki. Tehát van lehetőségem, vagy lehetne lehetőségem most arra, hogyha én ezt a folyamatot elindítanám. Ilyenkor persze el nem jellegelnem kell azt, hogy képes lennék e helytállni benne, vagy, vagy tehát a józan érvek mentén azért megpróbálom magyarázni magamnak, hogy ennek nem most van itt az ideje, de például a, lénynek léninek tök szívesen megadnám azt az élményt, hogy, hogy testvére van meg egy ilyen örök játszó pajtása az életben, hát nekem a tesó, hogy akkor a segítség a mindennapokban, hogy amúgy számíthatok rá, és amikor ő volt a legnehezebb helyzetben, akkor igazság szerint én voltam az első ember, akire számíthatod, hogy ez az a kapcsolati háló, vagy biztonsági háló, amit ugye ez elején említettem neked, hogy hát ezt a család tudja számodra biztosítani, és akkor ugye ilyenkor egy kicsit úgymond nem érdekmentesen szeretném, a erköltnek is ugyanezt biztosítani, de ettől függetlenül. Mm, a tíz éves terve ugye azért nehéz válaszolni, mert ha mondjuk tíz évvel ezelőtt megkérdezted volna tőlem, hogy hol látom magam, akkor valószínűleg nem azt válaszoltam volna, hogy egy két éves gyermekkel egyedülálló anyaként. Tehát nem is tudsz, hogy ugye az ember tervez című klasszikus az egyébként egyértelműen igazolja is magát az esetemben. Nem tervezek tíz évre, vannak céljaim, amit szeretnék elérni. Amúgy pont tegnap tettem föl a falamra a 2023-as Tudó vagy Vislisztemet, ahogy nevezzünk. És ez a, ezek a célok, van, amelyik korlátos, tehát van, amikre azt mondjuk szeretném fél éven belül elérni, egy éven belül, de van olyan, amikre mondjuk öt évet adtam. Mondj olyat, amit fél éven belül szeretnél elérni. Hát szeretnék egy könyvet kiadni. Egy, egy könyvet. Euh, ami de ez már készülőben van? Bizonyos értelemben igen. A fejedben már megvan az is? Elég. Például látod, az meg az ott van elég. a listem, mert le van írva. <laughs> szóval, szóval a könyv az például egy ilyen projekt, de mondjuk Hát nekem öt éves terv, aztán ugye itt a lehetőségek, és hogy, hogy csonka a családként milyen mondjuk például anyagi segítségre számíthatok, hogyha én egy házat szeretnék venni, hogy azt gondolom, hogy az milyen jó, hogy lenne két külön hálószobánk, meg a, meg a gyereknek egy ilyen kis játszóparkja kint a kertben, vagy ki tudnék ülni oda napozni, vagy a barátokat nem csak két főig korlátozva meghívni, hanem mondjuk 12 főig, és ott együtt lenni. Szóval, hogy, hogy azért vannak ilyen terv terveim is, én ezeket még szeretném megvalósítani. Szakmai terveim is vannak természetesen. Egyedülállóként babaváró, meg csak az ki van zárva. Nem tudom, mert én már, tehát én, mikor nálunk el lehetetlenítették az örökbefogadást, vagyis hát Igazából ez kifejezetten hogy ránk volt szabva ez a törvény, de általánosságban az egyedülállóknak az örökbefogadását nagyon megnehezítették, és a legutolsó helyre sorolták őket. Akkor mi már nem is követtük nyomon, hogy hogy mi lehetne, vagy mi lenne, ha nem tudom, most csok vagy babaváró, vagy bármilyen kedvezmény, állami kedvezmény van egyedülállónak. A, ba a babavárótól attól az első pillanatban elestem, tehát azt, azt csak házastársal tudott uh -huh. ő fel, vagy nem akarok hülyeséget mondani, elnézést értett, tényleg nyugodtan majd kommentben írják meg nekünk, hogyha rosszak az információk. Megfutottam ezeket a köröket természetesen. Vagy a csoknál van, az lehet, hogy most tényleg mindegy, mivel igazából nem voltam jogosult úgy semmire, így gyorsan el is engedtem ezt a dolgot. Egy jó provident esetleg szóba jön. Hát <laughs> persze, úgy van. meg a fundamental, Legal, tehát a, a saját megtakarításaim természetesen ezek ezek kerültek elsődleges helyre, hogy az van, amit én megteremtek, és akkor ebből kell okosan gazdálkodni. Úgyhogy nem, nem voltam jogosult, mert ugye nekem az én, az én helyzetem az is nehezítette, hogy én egy vállalkozó ember vagyok. Uh -huh. Hát ilyen értelemben egy munkáltatótól nem tudok igazolást küldeni arra, hogy nekem havi fix mennyi érkezik a számlámra, pedig egyébként becsülettel dolgozom, nem tudom, 15 éves koromtól kezdve soha, de nem, egyetlen egyszer egy évig volt egy bejelentett munkahelyem, mert akkor éppen úgy hozta az élet, hogy azt tudták számomra biztosítani, de mondjuk én tévésként mindig is egy vállalkozó voltam, uh -huh. és ugye így kellett számlát adnom az egyébként fizetésemért. És akkor ez egy olyan igazságtalan élethelyzet szerintem, hogy te mindent megteszel, elnézést, hogy a Youtube-on kimondhatom, hogy a szart is kipasszírozod magadból, munka oldalon, nem lustákolt, teszel, tevékeny vagy, dolgozol, képzed magad, mész előre, annál is többet válasz, mint amit elbírná, és akkor basszus kulcs. Nulla, zéro, ezek, ezeket persze, hogy én is igazságtalannak élem meg, de hát közben az van, hogy a másik oldalról meg nem tudok semmit tenni, ez van, el kell fogadnom, mit tudok tenni, továbbra is kipasszírozom magamból, amennyit bírok, és megyek előre azon az úton, amit kiköveztek nekem sárga kővel, és akkor néha letérek, néha visszatalálok, és, és, csinálom a dolgomat, mert egyébként ebben meg tökre hiszek. És karrierben? Van még olyan, amit szeretnél elérni? Énekesektől azt szoktam kérdezni, ott általában mindenki az arénát mondja. Arénába szeretne eljutni te karrierben. Van neked, nem tudom, Ilyen vágyat, hogy egyszer nyíljon a lett fal és te vezessd az X-faktort, vagy a, a, nem tudom, nekem sokáig volt ez, aztán rájöttem, hogy nem ez az érték, de, de több függetlenül még várom, hogy nyíljon a lett felelőttem, nem feltétlenül az RTN X faktornál, de, de nekem még vannak azért ilyen, ilyen vágyaim neked. Helyes, és szerintem kell is, hogy legyen pont azért, mert ezek a tervek, vágyak visznek is előre, és, és nem engedik meg neked, nekem, hogy, hogy felad, vagy elenged a gyeplőt, szóval szerintem ezek mindig is kellenek, és van, igen, tehát, hogy én például nagyon el tudnám magamat képzelni egy, egy házi asszonyaként, de ezek a, mondjuk egy ellen vagy egy Oprah Winfrey típusú showműsorra kell az esetemben gondolni. Én ebben ezt gondolom, hogy helyt is, helyt is tudnék elni, meg hozzá is tudnék tenni, és, és ez egy nehéz feladat, azt el kell bírnod a válladon, de, de talán, talán készen állok rá, vagy már úton vagyok a felé, hogy ezeket elbírjam cipelni, és egy ilyen, ha megtalálna, mint lehetőség, akkor én, én attól nagyon-nagyon örülnék, és akkor azt gondolom, hogy, hogy az úgy feltenné a szakmai karrieremre az íre a ponton, mm. De az, ahol most tartok is, már lehetne akár az íra a pont. Tehát az a lényeg, hogy folyamatosan fejlődjek és képezzem benne magamat. Szerintem a mi szakmánkban ugyanúgy megvan a kiégés veszélye, hiszen Aha. egy idő után már rutinná válik az, hogy úgy köszönsz be, hogy szép estét kívánok mindenkinek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm ezen is, ezen a rendezvényen. Önöket hát én Köböl Anita vagyok. Nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy a más de házi asszonyaként itt lehetek önökkel. Hát, 15 éve a kisújamban van. ez. a megtisztelő feladat. Igen, és hogy. És hogy hogy azért ezt, ne, ezt nem szabad hagyni, hogy a megszokássá váljon. Nagyon-nagyon sok ismert műsorvezetőről hallom azt, ugye a háttérben, amikor rendezvényre hívnak műsorvezetőként, hogy Úristen ott is, ez egy elismerés, és szeretem ezt a visszaigazodást, mennyire oda teszem magam, mert hogy sokan úgy állnak oda a színpadon, hogy még arról sincsen fogalmuk, hogy melyik céghez jöttek. Mert egyszerűen abból indulnak ki, hogy nekik ez már megvan, a farzsebbükben van, a nevük fémjelzi őket, és, és eladja őket és meg se tisztelik az ő megbízójukat, meg az ott lévő embereket, akik egyébként ráfigyelnek azzal, hogy, hogy oda teszi magát, és ő igazából miattuk van ott. Hanem majd, hogy nem, már tényleg fordítva ül a lóban, és azt gondolja, hogy hát, ezek az emberek miattam vannak itt, de hát ez nem, nem így van. Erre a hát se sose szeretnék eljutni, és bízom benne, hogy ez mindig egy fék marad az életemben, hogy ez a gondolkodás, ez, ez így megmaradjon. Hát Németes Eszilár nyújjon a zsebébe, és hozzon neked össze egy ilyen ö, beszélgetős ö, műsort, ezt kívánom neked, vagy ha nem, akkor, akkor meg bármilyen úton, módon kerülj a közelébe. Igazából bármihez kezdesz, tényleg én, én nagyon sok sikert, szerencsét kívánok neked. Köszi, hogy ideülhettem a helyedre, és kérdezhettelek téged. Ö, úgyhogy Hát igazából szerintem, szerintem nagyjából ennyi kivesésztünk. Én a kérdéseimet feltettem, nincs más hátra, mint előre, iratkozzatok fel a csatornájára, uh, kommenteljetek, lájkoljatok, átmentek az enyémre is feliratkozni, én ezért egyáltalán nem haragszom meg. Sőt, uh, el. Abszolút, abszolút. Uh, hetente vagy? Hetente vagy te itt a youtube on Hetente. Annyit a hetente vár titeket, én, 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 már nem leszek, Na, hát van ilyen, van ilyen, de, de, de ő meg lesz, és érdekesebb, érdekesebb vendégekkel. Sőt, nekem már mondott valami újítást és amit most nem merek elmondani, mert nem tudom, hogy el lehet-e, de erre az évre újításra készül itt a Youtube-on is, úgyhogy, úgyhogy, maradjatok vele, legyetek jók, sziasztok! Sziasztok, és én is nagyon köszönöm neked, Zsolt, hogy elfogadtad a felkérést erre a feladatra. Ez volt! <laughs> a műsorszámot a Nutriverzum támogatta.